Nagyon sokan kérdezik, hogy jó, de ajánljak már olyan növényt, amivel tényleg semmilyen gond nincsen. Az egyik ilyen növény ez a tamariska, és itt azért álltam meg, mert egy kerítésnek a belső oldalán nőtt, és hát különbség, hogyha rendben van tartva, mert ezeket a tavalyi száradékokat szépen kivágják, itt lehet látni, hogy ki van vágó, úgyhogy valószínűleg olyan kertbarát lakhat, aki nagyon-nagyon precízen ápolja ezeket a növényeket, akkor kérem szépen egy ilyen üde, zöld, ugye aztán később nagyon szépen rózsaszínesen virágzó, fantasztikus növényről van szó. Illetve a másik, az gyakorlatilag, hogy nagyon sokan olajfának ismernek, hogy ez az Elagnus angustifolia, ez a keskeny levelű, ez is van, kérem szépen itt van. Ugye ez inkább egy nagy bokor, mint sem mondjuk egy kisebb fa, vagy mondjuk egy kisebb fa, de ha nevelünk neki egy ilyen kis törzset, akkor egy ilyen előkertben, egy olyan helyen, ahol abszolút nem akarunk semmivel se foglalkozni, ingyen is bérmentve el van. Ez egy gyorsan növő fa, ami ugyanakkor sokáig él. Tehát ugye nagyon sok olyan fánk van, ami ugye gyorsan nő, de aztán rövid ideig él, ez pedig ugye nagyon gyorsan nő, és aztán sokáig él. Úgyhogy tulajdonképpen, hogyha tudjuk ezeket a növényeket alakítani, akkor sok-sok négyzetmétert és több négyzetméternyi árnyékot tudunk vele létrehozni, úgyhogy érdemes sokszor az ilyen egyébként nagyon sok helyen csak kivágott vagy megtűrt fákkal, növényekkel is foglalkozunk, illetve gondolkozunk az alkalmazásokban.